Egy pár percet. Igen, igen, igen. Szia, Lara vagyok. Szia. Mona. Örülök. Milyen csinos vagy, Mona. Köszönöm. És merre tartasz itt? A barátnőmhöz igyekszem most. Így a szabad napomon gondoltam, hogy tartunk egy csajos napot. De úgyhogy... akkor gondolom, a közelben van. Ilyenről még nem hallottam, de érdekes. És ha meglátok egy csinos lányt, akkor általában teszek egy próbát, és az esetek 70%-ában egyébként el szoktak jönni a lányok. Tehát nyugodtan kérdezz még róla, ha bármi nem tiszta, vagy azt mondod, hogy... És ebbe az utcai szedbe, hogyha megfürödtünk, akkor még utána lesz, vagy esetleg valami váltás, tehát hogy másik szed is esedékes, vagy csak ez? Hát most jelen esetben most ez lesz, de hogyha kipróbálod, és azt mondod, hogy tetszik neked ez, és máskor is jönnél így... ruhában fürdeni nekünk, akkor szívesen, persze. Még lenne egy olyan kérdésem, hogy ez esetleg, tehát, hogy honoráljátok, tehát, hogy fizetős, vagy ez csak ilyen... Nyilván fizetünk, tehát, hogy nem várnám el, hogy most csak így pucira egyre, főleg mivel még nem is ismerjük annyira egymást, de ezen majd segíthetünk, persze, tehát fizetünk érte. Amit még szoktam javasolni, nyilván nem így akarsz hazavenni, bár lehet. Ja, nem. Hogy majd nem, annyira az én is melegem, bár most elég lengén öltöztem, de hogyha esetleg az nektek nem probléma, és akkor így a barátnőm előtt elugorhatnánk egy változtatér, és akkor... Igen, igen, én is ezt akartam egyébként javasolni. És akkor igazából így szerintem más kérdés, ami nem is lenne. Aha. És mikor elnél rá? Tehát akkor most mehetnénk, vagy még van barátnőnél Hát, hogyha elmentünk változtattér, akkor igazából akár most is megejthetjük, és akkor a barátnőmet felhívom, és őt később időpontra akkor átteszem. Tehát akkor úgyhogy nyitott végül, vagy rá, igen, az időben belefér. Igen. Na hát örülök, szerencsés napom van, úgy gondolom. Akkor, én köszönöm a lehetőséget. Akkor el is indulhatunk. Jó. Erre fele laksz, gondolom. Igen. Akkor. Na, és meg is érkeztünk. Mit szólsz hozzá? Tetszik a helyszín? Igen, elég szép. Na, úgyhogy itt kellene majd vizesnek lenni, illetve bevizezni magadat, tetőtől talpig. Rendben. Ez lényeges, teljesen legyél vizes. Ugye adott a lépcső, érdemes azt használni. Hát ott le is tudsz ülni, lassan kép bemenni, de nem egyből jó, elkerül fokozatosság. Így van, az lényeges. Töltsük ki a 10 percet. Jó. De aztán utána rád van tűzva, tehát a fokozatosságon túl, akár jó, valami, jól esik, jól szeretnél, bármit lehet csinálni, úgyhogy érezd jól magad, az lényeges, mosolygj a kamerának. Jó, köszönöm. És akkor, hogyha készen állsz, és úgy gondolod, hogy kezdhetjük, akkor el is kezdesz. Jó, szerintem minden adott. Jó, oké. Akkor mehetsz is a lépcsőhez.